A köztársaságról rendeztek konferenciát Göncz Árpád 90. születésnapja alkalmából. A szervezők szerint a köztársaság, mely Göncz Árpád életpályájának betetőzése is volt, maromokban hever. A rendezvényen neves filozófusok, történészek és közgazdászok keresték a válaszokat arra, hogyan jutott idáig Magyarország, és hogyan kellene tovább lépni. A gyors konferencián 23 neves filozófus, közgazdász, történész és szociológus fejenként 10 percben értékelte, hogyan és miért jutott idáig Magyarország. Köztársaság válságos helyzete, én biztos vagyok benne, összefügg történeti örökségeivel. Megértem azokat, akik ebben a helyzetben politikai, társadalmi, sőt, harci programokat sürgetnek, szükségünk van rájuk. Úgy érzem, hogy legalább ennyire szükségünk van kutatási programokra, hogy feltárjuk és értelmezzük azt az utat, ami idáig vezetett. Ezt az utat próbálta feltárni a többi előadó is. Az alkotmányjogász azt mondta, megszakadt a kapcsolata a múlt történelmi hagyományaival, az új alkotmány pedig kártyavárként fog összedőlni, mert nem mutat ezekre a történelmi gyökerekre, maximum Hortira, és rá is méltatlanul. Tessék egymás mellé tenni a Navracsicsot, meg a Bethlen grófot, vagy a Kozma Miklóst és a Szalai Anna Máriát, és tessék összehasonlítani az emberi minőséget. Radnóti Sándor filozófus szerint az Orbán kormány megtervezett és arrogáns alkotmányos államcsínyt hajtott végre. Igaz ugyan, hogy benne van a kétharmadban a liberális demokráciával való csalódás, igaz, hogy benne van az előző rossz kormányzások sorozata, de mégiscsak 20 éven keresztül fennálló magyar köztársaság, a magyar liberális demokrácia hibái nem mérhetők össze az elmúlt két év bűneivel. Közgazdasági szempontból a demokrácia erkölcsi kimerültségét, valamint a politika és a gazdaság törvénytelen összefonódását okolták. Nem egyszerűen arról van szó, hogy kriminalizálódik a politika és bűnözők politikai tényezőkké válnak, hanem arról van szó, hogy ez nagyon-nagyon súlyosan sérti a demokratikus önrendelkezésben való egyenlőségünknek az elvét. Rév István történész szerint a mai hatalom leépítő tetteinek mozgatórugói többek közt a kommunistáktól, vagyis a posztkommunistáktól való félelem. Bármikor visszajöhetnének, ha nem emel a hatalom erős kézzel gátat ellenük. A harcnak nincs, nem lehet vége. Épp hogy csak tegnap sikerült a miniszterelnökre törő puccsot felgöngyölíteni. Sokan sokféleképpen magyarázták, miért jutott idáig a köztársaság. Abban azonban mindenki egyetértett, hogy nem építhető szilárd köztársaság, ha akár a bal, akár a jobb oldali demokratáknak az a fontosabb, ami szétválaszt, nem pedig az, ami összeköt.